estét kívánok! Önök a napi aktuális első részét látják. Gyámhivatali engedély. Ez szükséges akkor, ha egy házas pár a külföldi munkavállalás miatt más országba költözik és magával vinni a gyermekét vagy gyermekeit. Sokan azonban nem tudnak erről a jogszabályról. Az ráadásul ellentétes az Európai Unió elveivel is. Módosítás azonban mostanáig nem történt. Változás pedig csak az új polgári törvénykönyv márciusi életbelépése után várható. Kiderül, mire számíthatnak a szülők a jövőben. Előbb azonban méremelés a szociális ágazatban. Közel 90 ezer ember kap átlagosan 10 ezer forinttal magasabb juttatást, úgynevezett bérpótlékot márciustól. Az ágazat dolgozói és az őket képviselő szervezetek nagy része azt mondja, elégedett az intézkedéssel. A kritikák szerint azonban a bérpótlékről a szociális ágazat nélkül döntöttek, ráadásul azok alacsonyak és kiszámításukkor a végzettséget sem vették figyelembe. Nos, hogy hol az igazság vagy arany középút van-e, erre keressük a választ. Ágazati bérpótlékban részesülnek a szociális ágazatban dolgozók. Ennek köszönhetően 5,4 valamint 11,4%-kal növekedhet a bruttó bérük. A béremelés közel 90 ezer embert érint. A dolgozók havi bruttó bére 6000 és 17200 forint közötti összeggel lesz több, a munkában eltöltött évektől és az iskolai végzettségtől függően. A kormány így összesen 11,8 milliárd forint többletforrást biztosít erre a célra 2014-ben. Az ágazatban dolgozók a megemelt összeget első alkalommal 2014 márciusában kapják kézhez, januárig visszamenőlegesen. A napi aktuális vendége a témában Cser Ágnes, aki a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Összesen 73 ezer szakdolgozó és körülbelül 20 ezer technikai munkatárs az, aki érintett ebben a mostani növekedésben, illetve ebben a kiegészítésben. Ez egy igazságos emelés? Mi ezt üdvözöltük, ezt a kormányzati intézkedést, mert 2002 óta az úgynevezett átlagosan 50%-os közalkalmazotti béremelést követően ez az első alkalom, hogy az ágazat valamennyi dolgozója bérfejlesztésben részesül. És ezt azért üdvözöltük örömmel, mert nekünk a 2004. évi sztrájk követeléseinkről 4 szocslip kormány nem volt hajlandó tárgyalni. Azóta kaptak választ, hogy miért nem tárgyaltak önökkel? Nem, de a hírekben szereplő Simon Gábor két kormányban is, két szocslip kormányban is szociális államtitkár volt, egy Gyurcsány és egy Bajnai kormányban, és egyszer sem találkoztunk vele, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy elegendő magyarázat arra, hogy mi miért örültünk annak, hogy a jelenlegi kormány végre érdemben tárgyalta a sztrájkköveteléseinket, ahol az egyik és első legfontosabb az volt, hogy a szociális ágazati munkavállalók a közféra leghátrányosabb helyzetben levő munkavállalói, és mi ezért külön örülünk, hogy a mi gazdasági műszakinak mondjuk azt a kört, amelyet ön technikai személyzetként említett. Természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy ez az első lépés, és miután ez bérpótlék formájában kerül kifizetésre, mi is azt szeretnénk, hogyha ez az alapilletmény részévé válna. De ez elégséges egyébként, mert most egy bérpótlékről beszélünk, nem pedig fizetésemelésről, az nem lett volna jobb? De igen, de jelenleg a kormány mozgástere, figyelemmel arra, hogy a 3%-os költségvetési hiányt is kell tartani, és a kötelezettség szegési eljárásból ez alatt a kormány alatt került ki az ország, ezért van egy együttműködési kötelezettsége is minden magyar állampolgárnak, hogy fellélegezzen az ország. Ezért mondjuk mi azt, hogy ez az első lépés, és mi annak örülünk szemben azzal, amit ön is elmondott, hogy mások mondanak, hogy nem igazságos az elosztás, de igen, mert épp a közalkalmazotti bértáblához igazodva különbséget tesz az iskolázottság és a munkában eltöltött idő alapján. No, hát, hogyha ez alapján próbáljuk azt megnézni, hogy mennyivel lesz könnyebb az élete ezeknek a dolgozóknak, vagy az ön szavaival élve, mennyivel jobban tudnak ők majd fellélegezni a mindennapokban, akkor mit mondhatunk el, ez lefordítva az anyagiak nyelvére, mit jelent egy hónapban egy dolgozónak? Ez átlagosan 10 ezer forintos juttatás, 9,3%-os bérnövekedést jelent összességében a minimálbérnek a megemelésére. És itt azt szeretném elmondani, hogy addig, amíg közalkalmazotti bértáblának az első, tehát a 8 elem is első munkanapot kezdő dolgozónál 69 ezer forint lenne,
ezért itt a kötelező minimálbér emelést is végre kell hajtani, és az, ami a mi célkitűzésünk, hogy elérjük a jelenlegi kormányzattal is, hiszen a sztrájk tárgyalásaink folynak, hogy a minimálbér, tehát köszönjük, hogy a minimálbért kötelezően emelik, de ez azt jelenti, hogy a közalkalmazotti bértáblának a A-tól E fokozatig, ami elég sok munkavállalót ölel fel, tehát mondhatjuk a főiskolai végzettség előtti foglalkoztatotti kört, gyakorlatilag ugyanazt keresik. Hogyha már itt tartunk, mennyit keresnek? Mert hogyha én amit néztem itt a KSH adatai alapján, azért itt olyanokat olvashattam, hogy lényegében a havi létminimum összege az tavaly 85.960 forint volt, szociális ágazatban dolgozók havi nettó keresete 72.553, azért ez nem túl sok. Ez egy szégyen, és én ezért említettem azt, hogy 4 szoci kormány nem volt hajlandó arról a sztrájk követelésről tárgyalni, amiben mi egy 5 éves, tehát 2004-ben egy 5 éves bérfelzárkóztatási programban gondolkoztunk. Ebből is látszik, hogy kormányokon átívelő megoldást kerestünk, és éppen mindig figyelemmel vagyunk az ország gazdasági teljesítő képességére, de az elfogadhatatlan, hogy 8 éven keresztül 4 kormány ne legyen hajlandó arra, hogy a létminimum szintjéről felhozzon egy olyan komoly ágazatot, amelyikkel a társadalom legsérülékenyebb és legkiszolgáltatottabb állampolgári csoportja tartozik. Dolgoznak itt még egyébként elegen ilyen körülmények közepette? Hát őszintén be kell vallanom, hogy az ipar felszámolásával, hiszen több mint 2 millió munkahelyet vesztettünk el a szabadság kapitalizmusában 1990 óta, a közszférában való foglalkoztatottság, és ezen belül ez is egy abszolút többségében nők által ellátott terület, mondhatom azt, hogy a nők a családfenntartók ezzel az őrületesen szégyenteljes alacsony jövedelemmel, és mi ezért szeretnénk azt, részben a sztrájk tárgyalásaink során, illetve azt is örömmel üdvözöltük, hogy létrejött a Szociális Életpálya munkacsoport, hogy végre lássa a kormányzat is, és a társadalom is, hogy ez nem, mint a liberális közgazdászok mondják, az ország tönkretétele, hogyha ezeket a munkavállalókat tisztességesen megfizetjük, hanem ez egy olyan társadalmi, nemzeti érdek, amit mindannyiunknak el kell ismerni, és tisztességesen meg kell fizetni a munkájukat. Ezekkel a bérekkel szemben mi számítana a tisztességes megfizetésnek? Mi az Európai Uniós átlagfizetésnek először a 65%-át kértük, majd 75%-ra módosítottuk 2004-ben. Az a diplomás és szakdolgozói réteg, amelyik az egészségügyet és a szociális ágazatot is elhagyja, munkaerő kölcsönző vagy közvetítő cégeken keresztül, azért tudnak kaszálni rajtuk, mert ki kell, hogy mondjam, hogy 10-szeres jövedelemre tudnak szert tenni. Tehát ez a jelenlegi kormánynak és a következő kormánynak egy kiemelt feladatává kell, hogy váljon, és ezért lényegtelen, hogy ezek a szoclib összeálltak, miket ígérgetnek, mert hogyha 12 év alatt, mert addig kormányoztak, majdnem ugyanebben a felállásban sikerült ezt az ágazatot ide letornázni, akkor miért lenne bármilyen esélyünk arra, hogyha ők kerülnének hatalomra, változtatnának, hiszen az ő idejükben került sor a legtöbb új szolgáltató befogadására, amelyik szintén az osztható pénzt csökkentette. Tehát mi most ezt üdvözöljük, hogy elindult a Szociális Életpálya munkacsoport is. Ezzel kapcsolatosan fogalmazott úgy még az elmúlt évekre visszautalva ön a napokban, hogy ez a közszolgáltatásnak a mostoha gyermeke, és rögtön jöttek is ugye a kritikák, hogy itt most ki kap, kinek jut, kinek nem jut, mert hogy voltak itt ilyenek, hogy az egyházi, illetve más civil szervezetek által foglalkoztatottak például nem jutnak hozzá ehhez. Ezt most tudjuk cáfolni? Nem mi tudjuk cáfolni, hanem a törvény, és őszintén sajnálom, hogy politikai célokra ilyen könnyen fel lehet használni egyes szervezeteket, vagy csoportosulásokat, akik a tételes törvényben írottakkal szemben menve, részben az átlagnézőt és állampolgárt, részben az ágazatban foglalkoztatottakat, olyan hátsó szándékkal vezették meg, hogy még mindig szeretnék őket itt a választások előtti néhány hétben sztrájkra buzdítani, ami azért nem becsületes,
mert ugyanez a kormány a 2013. év végén kiszámítottuk épp a mai országos vezetőségi ülésünkön, hogy átlagosan 50 ezer forintot fizettek ugyanennek az ágazatnak a dolgozóinak, nem beépített bérelemként, hanem egyszeri kifizetéssel. Tehát akkor most sztrájk hangulat egyáltalán nincs, ezt mondhatjuk. Én erre mondtuk azt, és ezért nyilatkoztam azt, hogy figyelem, nem kell sztrájkolni, mert ezt a mi szakszervezetünk tagjai törvényesen 2004-ben megtették, hanem őszintén sajnálom, de örülök, hogy végre sikerül erről tárgyalni, és elindultunk azon az úton, ahol központi intézkedéssel egy igazságosabb elosztás indul meg, és azért ismétlem újra ezt a munkacsoportot, mert ebben létrehoztunk olyan 5 konkrét munkacsoportot, amelyik úgy vélem, és meggyőződésem, hogy még a választások előtt olyan szakmai anyagokat fog letenni, amelynek alapján már lehet még az esetleges tartalékokat feltárni, hogy milyen esetleges tartalék lehet. Mi szeretnénk kihasználni az egy miniszter alá való tartozást, mi szeretnénk az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ágazatban megnézni azokat a rejtett tartalékokat, amelyekkel igazságot tudnánk tenni közöttük és a juttatásaikban is. Ehhez kívánunk sok sikert a jövőben és kitartást. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm. A folytatásban pedig, ha külföldön akarnak élni, a magyar felnőttek minden gond nélkül kintre távozhatnak, a gyermekeiket azonban nem vihetik magukkal, ahhoz ugyanis a gyámhivatal engedélye szükséges. Az unió elvével ellentétes szabályozás az új PTK márciusi életbelépéséig lesz hatályban, de mi lesz azt követően, vajon kedvezőbbek lesznek a feltételek? Napjainkban gyakori, hogy a szülő a külföldi munkavállalás mellett dönt, és az sem ritka, hogy valaki külföldi személlyel közösen vállal a gyermeket. Noha az unió területén érvényesül a mozgásszabadság, azonban akinek kiskorú gyermeke van, az mégsem élhet ezzel a szabadsággal korlátlanul. Az EU elveivel ellentétes jogszabály szerint ugyanis kiskorú nem költözhet külföldre a szüleivel, csak gyámhivatali engedéllyel. Az új polgári törvénykönyv március 15-i hatályba lépésével egy korszerűbb és egyszerűbb lép életbe, amely a jelenleginél hatékonyabb eljárást biztosít, és számos tehertől mentesíti az érintett családokat. A napi aktuális vendége a témában Illés Blanka, családjogi ügyvéd. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Szerintem nagyon sokan a televízió nézőik közül felkaphatták a fejüket erre a hírre, hogyha az elmúlt napokban, hetekben találkoztak ezzel. Mondhatjuk azt, hogy talán egy első hallásra abszurdnak tűnik. Hogyan alakulhatott ki egy ilyen szabályozás? Nagyon régi ez a jogszabály, 52-es, akkor azt gondolom, hogy még teljesen logikusnak tűnhetett, hogy a magyar állam felügyeli, hogy a szülők a magyar állampolgár gyermekkel mit tehetnek, és mit nem, és ebbe beletartozott az, hogy vihetik-e külföldre. Azért azt el kell mondanom, hogy gyakorlati szempontból akkor volt ez akadálya a külföldre menetelnek, ha olyan helyre akarták vinni a szülők a gyereket, hogy mondjuk Mozambik, vagy olyan afrikai ország, ahol nincs közegészségügy, nincs közoktatás, nincs kötelező oktatás. Ezekre a helyekre nem engedték ki De a gyerekeket. De az unióhoz való csatlakozáskor 2004-ben nem kellett volna felülvizsgálni, tehát nem volt egy szakmai gárda, aki figyelmeztette volna akár a PTK készítőit, hogy ez itt már nagyon nincsen rendben, ez nem kellene, hogy hatályos legyen. De én úgy gondolom, hogy ezt mindenki látta, hogy ez nem jó, de kellett ennek egy kifutás, és ugye most március 15-től az új jogszabályok már ezt az új helyzetet, ezt figyelembe veszik. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy rendkívül abszurd helyzet. Itt konkrétan ebben a cikkben, csak hogy elmondjuk a nézőknek a példát, arról volt szó, hogy van egy házaspár, egy orvosházaspár, aki kitelepül Spanyolországba a két lányával, és lényegében évek múltán kapnak egy felszólítást a gyámhivataltól, hogy számoljanak el mindenről, hogy milyen körülmények között nevelik a gyermekeiket. Itt konkrétan már olyan részletekben menően, hogy van-e például automata a mosógépük, és mekkora a lakásnak a négyzetmétere, mennyit fizetnek érte, ezt valóban kérheti a gyámhivatal? Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy nem ismerem az ügynek a részleteit, de ez a házaspár azt ronthatta el, hogy amikor kitelepültek külföldre, Magyarországon az okmányirodában le kell jelenteni, hogy én külföldre települtem, és onnantól kezdve senki rá se fog nézni erre a házaspárra, főleg nem a gyerekeikre, de amikor valaki ezt elmulasztja, akkor ugye a gyerekeknél, a kötelező oltásoknál elkezdik őket keresni. Óvodánál ugye 5 éves kortól, amikor már kötelező óvodába járni a lakhely szerint, elkezdik őket keresni, iskolánál dettó. Tehát én feltételezem, hogy ugyanezt történhetett, nem találták őket.
elkezdtek kutatni, és nyilván akkor számon kérték, hogy miért nincs engedély, azért ez ritkán szokott a gyakorlatban gond lenni. Tehát általában valaki külföldre letelepül, akkor ki szokott innen csekkolni, ezt így szoktuk mondani, és onnantól kezdve se az adóhatóság, se semmilyen más hatóság nem fog utánuk menni. Viszont ugye most azt mondja, hogy lényegében ez egy automatizmus lenne a rendszerben, tehát erre mondjuk fel kellene hívni a szülőknek a figyelmét is az okmányirodában, de ők maguk például mennyire vannak ezzel tisztában? Mert akkor például ennek a házaspárnak az esetében is valaki elfelejtett nekik szólni. Hát, lehet, hogy nagyon jogászos lesz a válaszom, ugye a jogszabály nem ismerete, az nem mentesít semmiféle jogkövetkezmény alól. Hogy miért nem közismert ez a tény, nem tudom. Én azt gondolom, hogy egyre többen tudják. Mire kikerül a jogszabályból, mert ugye március 15-től már nem lesz kötelező ez a gyámhatósági engedélyezés, addigra már köztudott lesz. Még mielőtt beszélünk arról, hogy pontosan március közepétől milyen változások várhatók, egy kicsit menjünk vissza. Ön már említette, hogy nagyon sok mindent számon kérhet a gyámhatóság a külföldön élő szülőktől. Pontosan mi az, amit követelhet még? Jogszabály írja elő, hogy miket kell igazolni. Igazolni kell, hogy milyen környezetben laknak. Igen, itt számít a mosógép is, tehát egy környezettanulmányt kér be a gyámhatóság. Igazolni kell, hogy milyen jövedelmi viszonyok között élnek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi vállalkozunk, hol ennyi a jövedelmünk, egy fix jövedelemforrást igazolni kell. Igazolni kell az egészségbiztosítást, hogy milyen úton, módon vannak biztosítva a gyerekeknek az egészségbiztosítása, oktatás részt kell venniük. Ilyenkor nem elegendő igazolni, hogy adott államban nyilvánvalóan kötelező óvodába, iskolába járni. Konkrét iskola látogatási igazolást kell bemutatni. Nagyjából ennyi. Itt mondhatjuk azt, hogy akkor a gyámhatóság lényegében nem jó hiszemű, tehát ő nem azt feltételezi, hogy ha van egy szülőpáros, aki kiviszi a gyermekét vagy gyermekeit külföldre, akkor van annyira ép ésszel megáldott, hogy azt mondja, hogy csak akkor viszem ki a gyermekeimet, hogyha megfelelő körülmények közé tudom őket kivinni? Hát ezt nem mondanám, hogy rossz hiszemű, de a jogszabály azt gondolom, hogy a gyerekeket védi, megvédi a gyerekeket azoktól a szülőktől, akik esetleg olyan környezetbe vinnék ki a gyerekeket, ami nem az ő érdekük. Nagyon érdekes dolgot mondott, és párhuzamként lehet, hogy éles lesz a párhuzam, ezt majd ön cáfolja vagy sem, de például miért érdeke a gyámhatóságnak, hogy mondjuk egy ilyen esetben ilyen alapossággal eljárjon, amikor ott van ezzel szemben mondjuk a Szigetszentmiklósi kislánynak az esete, akit 2 évesen halálra vertek, vagy ott van emellett egy korábbi eset, amikor éheztették a gyermekeket, akkor miért nem lép a gyámhatóság? Hát nem tudom, hogy abban a konkrét esetben a gyámhatóság mulasztott-e. Én azt gondolom, hogy ha ott időben jelzés lett volna a gyámhatóság felé, hogy baj van, akkor ugyanilyen alapossággal eljártak volna. Azoknak a szülőknek, például ennek a Spanyolországban élő házaspárnak mire kell számítania, hogyha mondjuk teszem azt, nem adja meg a kellő környezet tanulmányt a gyámhatóság felé, vagy megadja, csak a gyámhatóság azt mondja, hogy ez nem megfelelő? Hát amennyiben jogellenesnek minősítik a gyermek külföldi tartózkodását, elrendelhetik a hazahozatalát. Mondjuk ennek van egy eljárási határideje, ez az 1 év, ami a Nemzetközi Hágai Egyezmény alapján 1 éven belül lehet a hazahozatalt elrendelni. Én akár el tudom képzelni, hogy ezt is meglépik. De minden olyan ügyfélnek, aki hozzám fordul, azt szoktam mondani, hogy lehet kritizálni a jogszabályt, a gyámhatóság nem azért jár el, mert nincs jobb dolga, hanem azért, mert a jogszabályok kötelezik őt erre. Nagyon sok állam nem ismeri például a környezettanulmányt, ez egy nagyon jó példa, ez egy speciális magyar jogintézmény, és többnyire mindenhol néznek, mint Rozira moziban, hogy mi a fenét akarunk. Ettől függetlenül meg kell oldani, akár 2 tanúval körbe kell fotóztatni, tehát meg kell próbálni külföldön lévő magyar állampolgárként is a magyar állam törvényének megfelelni. Azt mondhatjuk, amit már a beszélgetés elején is jeleztük, hogy márciustól változás lesz, mert hogy az új PTK egyrészt azt mondja, hogy átláthatóbb lesz a szabályozás, kedvezőbb lesz, illetve most már talán az Európai Uniós jogelveknek is meg fog felelni, egészen pontosan ugye a szabad mozgás elvének, de mi lesz a fő változás ebben? 3 fő csoportot különböztetnék meg a külföldre vitelni. Az első, amikor csak nyaralni visszük a gyereket. Itt a változás az, hogy most már a különélő szülő is kiviheti külföldre a gyereket. Rengeteg gyakorlati problémát okozott, hogyha az anyuka ezzel akart szórakozni, nem adta oda az útlevelet, nem adta meg az írásbeli engedélyt, és nem tudta az apuka elvinni külföldre, mondjuk Horvátországba a gyerkőcöt. Én azt gondolom, ez egy nagyon régóta várt változás. A következő csoport az az, amikor egy behatárolható időre viszi ki valaki a gyereket, mondjuk tipikusan egy évre tanulni, vagy egy nyelvtanfolyamra. Ebben az esetben a jelenlegi szabályozás szerint nem kellett az apukának a beleegyezése, pedig ha belegondolunk, érettszerűen, ha mondjuk egy évre
eltűnik a gyerekem külföldre, az nekem, mint édesapának az érdekeit, igenis, hogy sérti. Nem tarthatom vele a kapcsolatot csak Skype-on, nem igazán kompenzál, azt gondolom. Ez is megváltozott, és az új jogszabály szerint ehhez az esethez is kell az édesapa hozzájárulása, és a harmadik eset pedig, ami ez a spanyol történet is, a letelepedés, ehhez már nem kell a gyámhatóság hozzájárulása, tehát nincs egy ilyen engedélyezési folyamat, viszont az édesapáé nem. És az eljárási folyamat tekintetében azt gondolom, hogy egy gyorsító szabály, eddig ha vita volt a külföldi letelepedésbe, akkor az a bíróság hatáskörébe tartozott, most ezt átrakták a gyámhatósághoz, ami azt várjuk, hogy ez sokkal-sokkal gyorsabb lesz. Most egy kicsit fordítsuk meg a helyzetet. Eddig arról beszéltünk, hogy van következménye annak, hogyha valaki a gyámhatóság engedélye nélkül kiviszi a gyermekeket. Arra volt példa egyébként, hogy a gyámhatóság nem tudta nyomon követni a családot, és mindez következmények vagy szankciók nélkül maradt? Én nem tudok róla. Tehát mindenféleképpen akkor van egyfajta állami kontroll. Most, hogyha az új PTK változásait nézzük, akkor ebben mit mondhatunk el, hogy az állami szerepvállalás, vagy az állami őrködés az mennyire lesz erőteljes? Ezért valamelyest lazulnak a szabályok. Hát én azt gondolom, hogy abszolút lazulnak, hiszen innentől kezdve a gyámhatóság, az állam, ha úgy nevezzük, nem szólhat bele, hogy én hova megyek a gyerkőcömmel, csak a két szülő fogja meghatározni, akkor is, ha együtt élnek, akkor is, ha külön élnek. Tehát egy szabadabb mozgás lesz, amit azt gondolom, hogy ahogy említette, igen, az uniós csatlakozás után ezt uniós polgárként elvárjuk. Most nagyon sok esetet végigvettünk akkor, hogyha külön akarják kivinni a gyermeket, vagy közösen, viszont hogyha ketté akarjuk bontani ezt jogtalan, illetve jogos kivitelre, akkor mit mondhatunk el? Tehát mi számít jogos kivitelnek, és mi számít jogtalannak? Hát amíg a szülők együtt élnek, közösen döntenek a gyermek sorsáról, nyilvánvalóan ott csak a jogos kivitel az, ami szóba jöhet. Ha felek külön élnek, akkor minősül jogtalannak a külföldre vitel, ha ez a külföldre vitelhez a külön élő szülő nem járul hozzá. És ebben az esetben van ez a nemzetközi hágai szerződés, ez a jogellenes gyermekelvitelről szóló nemzetközi szerződés, aminek nagyon-nagyon sok állam már tagja. Ebben az esetben ez egy nagyon rövid 6 hetes eljárás, és szinte biztos, hogy elrendelik a gyermek visszavitelét. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ne szórakozzanak ezzel, ne kockáztassanak, mert ilyenkor, mikor idegen rendezeti őrizetbe hozzák vissza a gyereket, azt gondolom, azt egy életre megjegyzés nagypapa korában is azt fogja mesélni. Ez volt a jogtalan része, és igen, akkor a jogos része, akkor az mi lenne pontosan, annak kevesebb, mint egy percünk van. Világos. Amikor mind a két szülő nyilván beleegyezik a külföldre vitelbe, ebbe az esetben, ahogy említettem, be kell jelenteni a okmányirodába, ki kell csekkolni az APEC-nál, a TB-nél, és onnantól kezdve teljesen jogszére lesz a külföldre menetel. Illés Blanka, köszönöm a beszélgetést és a tájékoztatást. Kedves nézőink, ez volt a napi aktuális első része. A folytatásban a választási kampányt vesszük górcső alá, ezúttal adatvédelmi szempontból. Mit takar és mit ígér valójában a politikai marketing? Emellett pedig kiderül az is, hogy mit hozhat a kínai-magyar együttműködés, mit tapasztalnak majd saját bőrükön a magyar emberek. Jövünk a részletekkel nem sokára, tartsanak velünk, viszontlátásra!